Gyöngy a lélek gyógyszere, tartja Jagasicsné Gábor Ildikó gyöngyfűzőmester, aki civilben gépészmérnök, és akinek kiállítása a Radványi Károlyi kastélyban nyílt meg. A tárlatnyitón a Harmonia Garden 5 tehetséges fiatal zenésze koncertezett. Igazi gyöngyszemeket láthatnak és hallhatnak a következő 10 percben. A Radványi Károlyi kastély igazi főúri környezetében adott koncertet a fiatal zenészekből álló Harmonia Garden együttes. Francia manusszvinget játszanak népzenei elemekkel fűszerezve. Garden honlapjára rákattintottam, és azt olvastam rajta, hogy meg szeretnénk hódítani a világ nagy zenei színpadait. Hát sikerült a hódítás? Rajta vagyunk. Mondjuk inkább így. Tehát ez egy eléggé, hát hogy is mondjam, nagy cél, amit el szeretnénk érni. Nagyon remélem, hogy azon az úton haladunk, hogy kijuthassunk külföldre, nagyobb koncerttermekbe, nagyobb közönségnek játszani. Itthon is egy szeretnénk azért megismertetni ezt a fajta zenét az országban, az élő emberekkel. Tehát így, hogy mondjam, szeretnénk tényleg meghódítani a világ nagyobb zenei színpadait. Ez bennünk van igazából, tehát nem vagyunk nagyképűek se, szerintem szerény emberekből egyébként áll a zenekar. De ez mindenkiben benne van. Egyébként nem csinálnánk szerintem ezt a dolgot, mert nagyon nehezen jut el az ember ebbe az országban, ebbe a világba addig, hogy a, úgymond a kefteléséből kereshesse meg a mindennapi betevőjét. Hát igen, nagyot kell álmodni, és szeretni kell azt, amit csinálunk, ez mindennel így van. Azt is írták magukról, hogy sokféle stílus keveredik az önök zenei játékában. Akkor hogyan definiálnák a saját stílusukat? Ez egy érdekes dolog, minden egyes fellépésnél kérdezik, hogy most akkor milyen stílusban játszik a zenekar. Röviden annyit szoktunk mondani, hogy manu swinget játszunk, ez egy francia-belga cigány swing, amit a 20-as években, 30-as évek elején találtak ki Django Reinhardék. Ezt a fajta francia manu swinget ötvözzük a magyar népzenei alapokkal, dallamokkal. Benne van a zenekarban ugyebár a cimbalom, egy igazán magyar hangszer és a hegedű. Úgyhogy ez alapból meg is adja a hangzását, az ízét, úgymond a muzsikának, és ezt keverjük a swinggel. És hogy fér meg együtt ez a két, most már akkor három stílus? Hát nagyon-nagyon jól. Igazából így kell, hogy mondjam. Hogyha levesszük azt, hogy az emberek Európán belül, sőt, Kelet-Európa és Európán belül ugyanazon a nyelven kommunikálnának, mint mondjuk a zene, tehát azt mindenki megérti, arra mindenki ugyanúgy tud reagálni, általában nagy örömmel. Ez szerintem határok nélküli ez a zene, és most már egy olyan világot élünk, ahol nagyon sok mindent ötvöznek egymással, és szerintem ez egy nagyon jó dolog. Tehát mindenki belehozza azt, ami a sajátja, és a többiektől, akik mellette élnek, abból merít, és egy új dolgot hoz létre. Úgy mixeli a zenei irányzatokat. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, és izgalmas is. Ma délután ebben a csodálatos főúri kastélyban fog a Harmonia Garden koncertezni. Hogyan válogatták össze a mai zeneszámokat, hogy illő legyen a kastély hangulatához? Nagyon sokat dilemmáztunk a buszban, miközben jöttünk lefelé, hogy legyen a sorrend. Általában egy ilyen pörgősebb kezdéssel szoktunk indítani, és váltogatjuk egymás után a swinges és a tangós témákat. Aztán a végére igazából megpróbálunk egy ilyen, hát piramisszerű alakzatban felépíteni a dolgokat, hogy ott durranjon a legnagyobbat, utoljára románt szeretnénk játszani. Tehát azért ilyen pörgősebb nótákat a legvégére tartogatjuk. De tehát beindítunk egy magas hőfokon, és azt próbáljuk tartani igazából. A Zempléni Fesztivál által rendezett koncerthez a Fűzéradványi Károlyi kastély két kiállítást társított. Pásztor László Gábor sátoraljaújjai amatőrfotós a saját kertjében készítette képeit, s mutatta meg a közönségnek.
Jagasicsné Gábor Ildikó gyöngyfűzőmester neve a hazai és nemzetközi iparművészeti, népművészeti körökben is jól ismert. Az ő gyöngyökből készült ékszereit is ezen a napon mutatták be. Az a kiállítás címe, hogy Gyöngy a lélek gyógyszere. Hát a női lelkeket hogyan gyógyíthatja a gyöngy? Hát nagyon egyszerűen, akár a hölgyek részére, akár más sok részére és idősebbek részére, nem csak fiatalok, idősebbek részére is szeretettel ajánlom. A gyöngy az olyan, mint ahogy csak ránézünk, mert egy nyíló virágok, egy nyíló virágmező. Tehát így kell rá gondolni, gyöngy a lélek gyógyszere, szinte egy olyan, mint egy orvosság, egy nyugtató hatása, hogy az ember csinálja, dolgozik vele. Tehát mindenkinek szeretettel ajánlom, mint a gyöngyfűzést és a gyöngyviselést is. Mikor kezdett foglalkozni a gyöngyfűzéssel, és miért választotta? Gondolom először hobbi volt, és aztán úgy lett a hivatása. Hát egész pontosan már kiskorom óta, hogyha nagyon pontos választ szeretnék adni. Akkor kiskorom óta már, amikor pici voltam, már akkor tanítottam, édesanyámmal mentünk táborokba, nyári táborokba, és akkor már kisgyerekeket oktattam, de komolyabban 2005 óta kettő híres neves népművésznél kezdtem el, Ulán Márta és Szuper Krisztina, az ifjú élőmester művészek, két Magyarország legismertebben elismert népművészénél kezdtem el tanulni, és utána meg magamtól fejlesztettem tovább. Melyik művére a legbüszkébb, és itt láthatjuk-e a kiállításon ezt a gyönyörűséges darabot? Igen, van egy büszke művem, a Kéki Bolya című nevet kapta, és az is ki van állítva a kiállításon. Az Tokióba a döntőbe bejutottam vele, és sikert arattam, mint külföldi versenyző. Milyen más elismeréseket szerzett még akár itt az országban, akár az ország határain kívül? Magyarországon az élő népművészeti pályázaton kiállították Fejér megyébe, Székesfehérváron a Zengővárkonyi munkámat, amit utána Budapesten a Néprajzi Múzeumban fognak kiállítani. Gondolom, hogy nem csak kézügyesség, de nagyon sok türelem is kell ahhoz, és rengeteg kreativitás, hogy egy ilyen gyönyörű költeményt elkészítsen valaki. Hogyan fog hozzá? Mik a munkafázisok? Milyen technikákat használ? Nagyon-nagyon sok türelem kell hozzá, nagyon sok munka és idő, ami mindig kevés. Ha tehetném, akkor éjjel-nappal ezt csinálnám. Egy munka körülbelül egy nagy sárközi megfűzése, az egy kézi fűzés, az egy 16 óra körülbelül számomra. Persze vannak olyan technikák, mint a mélysejtes technikák, azt egyedül Magyarországon kívül még Indiában ismerik a világon ezt a technológiát. Persze gyöngyfűzés, gyöngyhímzés is van, amivel dolgozok, az is látható a munkáim között. Ez egy másik technológia, de az is a gyöngyfűzéshez tartozik, a gyöngyszövés. De a gyöngyfűzés, tehát a minden cseh üveg gyöngyből készítek, tehát műanyaggal nem dolgozok, csak minőségi gyöngyökből, Swarovski kristályokból, uránói üvegből és féldrága kövekből dolgozok. Azon túl, hogy gyöngy a lélek gyógyszere, meg hát akkor önnek a gyöngyfűzés is a lelkének a gyógyszere, és hogy ez egy csodálatos időtöltés, azon kívül még milyen tervei vannak? Mit szeretne megvalósítani az elkövetkezendő időben? Hát nekem az az egyik nagy tervem, hogy tanító mestereimmel együtt egy közös nagy kiállítást szervezek, ami előrejáratólag úgy néz ki, hogy a közeljövőben, jövőre fog megvalósulni Székesfehérváron. Tehát ez egy nagy terve, mint a tanítvány és mester. Mennyiben kell, vagy miben kell másként viselni egy gyöngyből készült ékszert ön szerint, mint például egy bármilyen más nemesfémből vagy drágakőből készült ékszerkölteményt? Hát a gyöngyékszernek nagyon nagy kultúrája van itt Magyarországon, főleg a Decs és a Kalocsa részen, Sárköz vidéken, Magyarország leggazdagabb népi motivumaiban bővelkedő színekben, színvilágban bővelkedő népi motivumok.
A viselésnél annyi, hogy aki viseli, tehát mindenki viselheti, attól féltően akár modern beállítottsága az illető, akár a népi motivumokat szereti. A lényeg az, hogy mindenki, ahogy viseli, tehát az jól érezze magát benne, az a lényeg, hogy tetszen neki az ékszer, jól érezze magát. Persze, hogyha valaki népi ékszert is föl lehet venni egy estélyi ruhához, ugyanúgy, mint egy népi ruhához. Az ember azt mondja, hogy aki felveszi, az adja önmagát benne.